Sziasztok! Ma egy elég érdekes dolgot szeretnék nektek bemutatni, egy PlayStation Vita kioszkot. Erről a cuccról angolul se lehet nagyon videót találni, pláne nem magyarul, úgyhogy gondoltam, hogyha már a birtokomba került egy ilyen, akkor így amilyen részletesen tudom, bemutatom nektek, hogy mi is ez, hogy néz ki, hogyan működik, stb. Nem tudnám, mi az a kioszk. Kioszkok, videójáték kioszkok, általában olyan cuccok, amiket egy gyártó szállít plázáknak, videójátékboltoknak, és ott ki lehet próbálni limitált körülmények között az adott konzolt. Itt jelen esetben egy PlayStation a konzolt. Ez a az, úgy néz ki, hogy középen megtalálható a konzol, ki tudjuk húzni, tudunk vele játszani, ami éppen demók vagy játékok rajta vannak. Felül a képen képernyőn pedig videók mennek, hogy éppen mit tud a konzol, milyen játékok vannak rajta, stb. Maga a cucc pedig egy egész szapabíró és nagyon jól mutatós fém állvány, amúgy megtalálható konzol és kijelzős egyéb dolgok. Ez a cucc nem elérhető csak úgy Sima embernek, tehát ez nem működik úgy, hogy bemész egy boltba, és most veszed magam egy PS-t, kioszkod, és kifizetsz egy X összeget, és hazaviszed. Ezeket általában ilyen selejtezéseken, lomtalanításokon lehet megtalálni, és általában a licites oldalakra szoktak felkerülni, így licitáltam rá én és is, és így nyertem, meg így jutottam hozzá. Meg kellett hozzáutalni egy 500 km-t, de valamit valamér. Rátérve, magára a cuca ki is nyitom nektek, hogy belülről hogy néz ki. Igen, azt szeretném megmutatni, hogy ezek általában ilyen nagyon biztonságos zárakkal szoktak lenni lezárva, nyilván érthető módon, hogy egy átlag ember ne tudja kinyitni ott az üzlet közepén, meg a konzol is ugye úgy van lelakotolva, mivel ezekhez értelmszerűen nem jár már kulcs, ezért ezek a zárak így kilettek belőle szerelve, így magát a gépet és az elejét is könnyedén ki lehet nyitni, nyilván egy itthoni használta nem kell bele egy ilyen erős zár. Ha kinyitjuk a belsejébe láthatjuk, hogy hogy is van összekötve az egész. Ez a piros kábelezés, ami benne van, ez nem az eredeti kábel, mivel én hozzám már úgy került ez a kioszk, hogy hiányoztak belőle a 12 voltos tápegységek, amivel működött benne a tévé és a fény, ezért itthon pótoltam egy teljesen átlagos 12 voltos 1 amperes tápegységgel, és egy csokival, még egy kis forrasztással a három világításba elosztottam a, a az áramot, Pontosan nem tudom, hogy mennyit fogyasztanak benne a ledek. Biztonság kedvéért egy 12 voltos 2 amperes tárpegységet kötöttem rá, és úgy néz ki, hogy tökéletesen meg tudja világítani ezt az alsó panelt itt. Középen a PS vita ezt a kör alakú lámpáját, meg felül a logót és még egy külön 1 amperes 12 voltos tápegység kell a tévének, ami játssza a sorba a videókat. Ez úgy működik, hogy mondjuk érdekes módon ebben az SD kártya az benne volt, egy 4 gb os SD kártyán volt rajta egy videófájl, ami magát a konzolt mutatta be, hogy mit tud, mire képes, stb. Ez egy 3 perces videó ismétlődött. Egy dolgot észrevettem, nagyon furcsaságot, hogy amikor először bekapcsoltam, egy nagyon nyomótnak tűnt a kép, hogy mintha egy ilyen 21.9-es képetől 16.9-es összenyomva, és amikor a gépre rátettem a videófájt, akkor a, az elméletem be is, igaz, be is bizonyosodott. Tényleg egy 21.9-es videó volt rajta a gyárilag, ezt nem értem, hogy miért így volt, elég csúnya volt, úgyhogy azt így uh, ki, nyilvánvalóan kimentettem az eredeti videót, de elkezdtem utána pótolni saját videókkal. Uh, próbáltam utána nézni, hogy uh, mi lehet ez a ketyere, van rajta egy modellszám, ATMP116, hogyha erre rákerestem, uh, Alibabán találtam ilyen 12 szolos, teljesen generik videó lejátszó eszközöket. Hát gondolom, ezek direkt ilyen célokra vannak gyártva, hogy belegsz egy és lejátsza. Kisebb kutakodás és utána nézés után rájöttem, hogy DivX-es MPEG-4 fájlokat játszik le, ami valamilyen AVI formátumban van rajta. Hogyha egy ilyen fájt konvertálunk rá, és azt másoljuk a memóriakártyára, akkor automatikusan le fogja játszani. És még egy fontos információ, amire nagyon sok ideig nem jöttem rá, hogy Elég egyszerű kis készülékről van szó, szóval csak pálos DivX-es felbontású videót tud lejátszani, ami azt jelenti, hogy maximum 720x576-os videót lehet rárakni, hogyha ennél nagyobb felbontású teszünk, az egyszerűen nem fogja lejátszani. Szóval, amit én csináltam, hogy letöltöttem pár játékterélet Youtube-ról, 640 as felbontásba lekonvertáltam rá az adott formátumba, és tökéletesen lejátsza, és ez ezen a kis kihelző, meg ami előtte van, ez a plexi műanyagon keresztül egyáltalán nem veszed észre, hogy egy 360p-s videót nézel rajta, teljesen jó. A kihelző az egy ilyen kis olcsó, tm valami, tehát hogyha így elkezdjük különféle szövegből nézni, nagyon hamar elkezd torzulni a színe, szóval itt igazából nem igazán volt ez a hangsúly, bár minek is körülbelül az egész cucc 170 magas, nem igazán fogod ezt alulról nézegetni, kivéve, vagy ha egy kis gyerek vagy. Uh... Itt alul található benne egy sima elosztó, amibe bele vannak dugdosva az eszközöknek a tápegységei. Itt pedig, ami lóg, ez az USB kábel, ez magába a PS vitába menne. Ez nem tudom eredetileg elképzelni igazából, hogy hogy volt, mert ha megnézitek, ez így, ez így idáig ér el a a konnektor pedig ott van lent, szóval gondolom ez is valami speciális tápegység volt, ami még így meghosszabbította, vagy, vagy nem tudom. Ez még egyelőre nem szereztem megfelelő tápegységet, hogy be tudjam kötni, úgyhogy maga a, a, vita, ami itt van a gépnek az elején, az még így nem tölt, csak ide van beleszerelve. Most jelenleg egy, egy Need for most fut rajta, és mint ahogy a boltokba is így ki lehet húzni, ez a biztonsági zárral kézbe lehet fogni és természetesen vissza is lehet tenni a helyére. Maga a cucc, ha még nem említettem volna, körülbelül egy olyan 170 cm magas, hát úgy tipre egy olyan 30-35 kg biztos, hogy van benne, elég, elég masszív és nehéz, érthető módon, mert nyilván publikba, közösségbe rakják ki, tehát egy ilyen két emberes munka ezt azért így eldönteni és húcolni, még nyilvánvalóan egy kombiautóba kell szállítani magáról a cuccol, technikailag nagyon sok mindent már nem lehet elmondani. Ennek is igazából már egy normál embernek, aki ez egy, egy, ilyen cucc kerül, nyilvánvalóan gyűjtő, szereti az ilyeneket, egy gamer szobájába akarja belerakni, hogy jól mutasson, esetleg havaroknak vagizni vele, hogy neked ilyen is van. Ö, szóval igen, a lényeg úgyis, ami az egészben számít az, hogy milyen konzol van itt középen, és miket lehet rajta játszani. Ami itt van középen, ez már nem az az eredeti Playstation Vita, ami, ami ehhez az egész kioszhoz, mert ugye ahhoz olyan Playstation Vita járt, amin egy ilyen lebutított, lezárt rendszer volt, pár előre telepített cuccal, most ami ide bele van szerelve, az egy teljesen hétköznapi első OLED Vita, úgyhogy ezen igazából bármilyen játék fut, amit rá tudsz telepíteni, vagy homebrew-val rárakni. Úgyhogy... Euh, igazából szerintem minden lényeg információt el is mondtam róla. Remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a kis bemutatót erről a kis kioszkáváiról. Sziasztok!